Sorakoznak a táskák a Frangepán utcai családok átmeneti otthonának egyik szobájában. A székesfehérvári első Lions Club nem először segíti a rászoruló hölgyeket. Székesfehérváron is támogatták az anyaotthont, és a kiegészítőkből jutott a dunaújvárosiaknak is. A táskák természetesen nem üresek, számos fontos higiéniai terméket tartalmaznak. De annyi táska összegyűlt, hogy két anyaotthont is sikerült így végül is meglepnünk. Rengeteg pozitív megerősítés, visszajelzés érkezett számunkra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt a jó szolgálatot az elkövetkezendő években folytatni szeretnénk. Ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni az adományozóknak ezt a sok-sok táskát, amivel mi végül is örömet szerezhettünk ezeknek az édesanyáknak. Mészáros Néli Borágnes azt mondta, örömmel fogadták a felajánlást, hiszen ebben a nehéz időszakban még nagyobb teher hárul az egyébként is hátrányos helyzetben lévő nőkre, édesanyákra. Ugye az édesanyák nagyon nagy szerepet vállalnak, ugye az otthon tanításból, az online oktatásból, és ez a kis táska, amit itt majd kapnak, ez egy kis jutalom. Tehát egy kis felüdülés, egy kis könnyűség ezekben a nehéz napokban, amit ők megélnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk minden adakozónak, aki ez a nemes cél érdekébe adományozott. Mint ezt a székesfehérvári szervezet elnöke kiemelte, folytatni fogják az akciót. A családok átmeneti otthonával és az útkeresés segítő szolgálattal kapcsolatban álló hölgyek, édesanyák számára igazi meglepetés, ajándék a 160 darab táska tele higiéniás termékekkel.